Köszöntöm a Nagykörút nézőit, Dombóvári Gábor vagyok, és azonnal sorolom, hogy mi minden lesz a kulturális magazinban. Bejárnak hegyet, völgyet, erdőt, mezőt, és még vízre is szállnak. A vakáció kezdetén megnyíltak, és még most is fogadják a diákokat az erdei vándortáborok az év legzöldebb heteiben. A táborozás körülményeiről, feltételeiről fogunk beszélgetni itt a műsorban. Jön az Agrárminisztérium képviseletében az erdőkért felelős helyettes államtitkár Szentpéteri Sándor. Aztán beszédes kép, képes beszéd. Egy kiállító teremben a vers és a fotó, vagy mondhatnám úgy is megképesített költemények, amelyek még a haikuk világába is bepillantást engednek. Itt lesz Podonyi Hedvig író, újságíró, valamint Wiener Tamás fotoművész. Majd pedig megérkezik a jégmadár. Ez egy dal címe, amely nagy sikert aratott. Vendégünk a színész énekesnő Resch Hajni, aki a Magyar Honvédség központi zenekarával hálaadó koncertet adott az egészségügyi dolgozók nagyszerű helytállásáért, emberfeletti munkájáért. Kezdünk! Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Én is örülök. És mikor járt utoljára erdőben? Hát szerencsém van, mert a mai napon volt egy sajtótájékoztató a Budai hegyekben, ahol egy másik programunkat tudtuk népszerűsíteni, ez a Magyarország zöldítése, hogy minél igen, több erdőnk és fásított területünk legyen, és el is ültettünk egy fát a Árpád kilátótól nem messze egy tisztáson, úgyhogy én azt gondolom, hogy ma szerencsés voltam, ez mert erdőbe sikerült mennem. Hát tulajdonképpen témánk és az apropónk végül is az erdei vándortáborok, azért is kérdeztem az erdőt. Na most ahogy én megnéztem és ahogy tudom, itt a vakációval egyidejűleg megnyíltak ezek a bizonyos erdei vándortáborok, és diákok ezrei mentek, és még mennek is, hiszen tart ez augusztus közepéig jócskán, de aki esetleg nem tudná, noha nem ez az első alkalom, azt hiszem már ötödik éve. Így van, ötödik éve megy. De aki már gondolkozik a jövőn, mert nagyon-nagyon sokan jelentkeznek, vagy esetleg nem tudják, akkor azért érdemes megnézni, hogy tulajdonképpen ez az egész mozgalom és az egész erdei vándortábor program, ez hogy indult és hogy van most? Hát 5 évvel ezelőtt indult, hiszen ez az ötödik turnus, és az első évben még csak 5 tájegységet, 5 helyszínt tudtunk bemutatni, úgyhogy ez most bővült 11-re, és hát ugye egy helyszínünk van, ez a Dél-Zalai program, amely a gyalogos vándortábort ötvözi a vízit vándor mozgalommal, igen, hiszen felét gyalogosan, felét pedig a vízen fogják majd megtenni a diákok. Akkor összefogtak a kajakzöldséggel? Ennél az egy programnál, igen, igen. De egyébként van az erdei vándor program mellett még van egy kerékpáros vándor program, és van még egy vízi vándor program, tehát ezek mennek ugyanebben az időszakban országszerte, és hát 10 000 fölötti az a gyerekszám, amit meg fogunk tudni mozgatni, és mi azt tudjuk mondani, hogy az erdei vándor táborprogram a kezdetektől fogva óriási érdeklődéssel kísért, zajlik, és zajlik, hiszen a gyerekeknek jó része városban nő föl, és egy kicsit a természettől elszakad, viszont itt most teljesen kiélheti magát, és kap rengeteg információt még pluszban. Igen, és én most rögtön az elején, hogy nehogy félreérthető legyen, hiszen a jelentkezések még a vakáció előtt jóval lezajlottak, éppen a sok ezres szám miatt, de hát aki azon gondolkozik, hogy a gyerek jövőre menjen, akkor tessék szíves lenni január-februárban már jelentkezni, mert szerencsére ilyen népszerűek ezek a vándortáborok, de akkor hát ismertetésképpen tulajdonképpen hogy zajlik az élet? Mert azt tudom, hogy naponta nem tudom, x kilométert vagy métert gyalogolnak, és milyenek a tábori körülmények? Hát a tábori körülmények azok már nem olyanok, mint régen, amikor én vándortáboroztam, hanem jóval kényelmesebbek, de továbbra is sátorban táboroznak a gyerekek, hiszen akkor vannak legközelebb a természethez, hiszen a sátor az egy aránylag vékony és nem hangszigetelt, tehát hallani lehet az erdőnek az énekét vagy a zenéjét, ami éjszaka van, mert én azt gondolom, hogy az csodálatos, amikor mondjuk susognak egy kicsit a fák. És pláne, ha muzsikál az erdő. Igen, olyan is program, igen. Meg hát a másik az, hogy azért állatok jönnek, mennek, mozognak, és ezek a helyszínek, ezek erdőben vannak, de mondom, tábori körülmények között vannak, kényelmes tábori ágyak,
víz van mindegyik helyszínen, és biztonság van természetesen, tehát erre mindenképpen törekszünk, minden csoporttal vannak képzett pedagógusok, és hát természetesen gondoskodunk arról, hogy naponta háromszor tudjanak étkezni a gyerekek. Na most akkor az mindenféleképpen fontos, hogy a gyerek a 6 éves is, meg a 13 éves is. Milyen korosztályok vannak? A felső tagozatos sokra számítunk, és a középiskolásokra. Hó, hát akkor az nagyon jó. És tehát, akkor így korcsoportonként gondolom. Nem, vegyes csoportok vannak. Iskolák, az jó, mert a nagyobbik vigyázok is. Így van, pontosan. És hát iskolák, általában iskolák közösségek jelentkeznek, és úgy raknak össze egy csoportot, hogy megfelelő számú pedagógussal kísér, tehát megvan, hogy hány gyerekenként kell egy képzett pedagógusnak menni, lehetnek még kísérők is természetesen emellett, és így aztán táborhelyről táborhelyre gyalogosan valóban viszik a hátizsákjaikat. Vannak olyan útvonalaink, ahol biztosítjuk azt is, hogy autóval egyik helyszínről átviszik a másik helyre a nagyobb hátizsákot, ha esetleg a gyerek kisebb, még nehezebben bírja, de már itt is egy kicsit behozzuk a környezettudatosságot, mert azokat, akik vállalják, hogy viszik a hátizsákjainkat, azokat plusz pontokkal, plusz díjazásban ismerjük el, mert azt szeretnénk, hogy vigye magával. Nem sok mindent kell vinni, mert azt a szűk egy hetet, amit töltenek, azt meg lehet nézni. Akkor ezek egyhetes turnusok. Így van, ezek általában. És akkor talán innen jött ugye az is, hogy az év legzöldebb hete, mert kint vannak a szabadban. Nem csak ezért a legzöldebb hét, hanem azért is a legzöldebb hét, mert nagyon odafigyelünk a környezettudatosságra. Kerüljük az egyszer használatos műanyagokat. Mindig olyan, tehát a kezdetektől fogva kapnak egy olyan csomagot, ami egy kulacs, amiben folyamatosan tudja magával vinni a vizet. Kap egy vászonzsákot, amiben bele tudja tenni a napi elemózsiáját, ami a hátizsákjában van, és ugye azért vászon, mert ugye az sokáig lehet használni, és esetleg, hogyha kimarad az erdőben, akkor ugye erre most van egy külön mozgalom, a pamut azért elég gyorsan lebomlik, ha kikerül a talajba, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel is még teszünk hozzá egy kicsit. Plusz a táborhelyeken, ahol lehetőség van, ugye, mert azért vannak olyan vidéki települések, ahol nincs szelektív hulladékgyűjtés, de ahol van, ott mindenhol gyűjtjük szelektíven a hulladékot, ami keletkezik, és akkor utána azt megfelelő domból lehet. Hát akkor én most nem akarom összekeverni a vakációt az iskolai oktatással, de tulajdonképpen tanulhatnak is a lurkók, mert ez a bizonyos környezettudatosságra való nevelés is akkor nyilvánvalóan előjön, és nyilván azt is megtudják, vagy megtapasztalják, hogy nem szabad szemetelni, meg egyáltalán, hogy lehet felelősséget vállalni az erdőkért. Na most az aggódó szülők nevében csak egyetlen egy mondat, mobiltelefon a gyerekeknél. Lehet vinni mobiltelefon, de szerencsére mi tudunk minden egyes helyszínen olyan programot és annyi programot kínálni, hogy a mobiltelefon csak akkor veszik elő, amikor fényképezni akarnak. Na, helyes. Tehát nem fognak játékokkal játszani, mert nagyon sok programot tudunk biztosítani. Mi nagy részén azért a táborhelyeken erdőpedagógusok is ott vannak. Ott vannak a kollégáink, a kerületvezető erdészek. Ugye ezek a táborhelyszínek majdnem mindegyike az állami erdőgazdaságok területén van, és az állami erdőgazdaságoknál pedig minden egyes állami erdőgazdaságnál vannak képzett erdőpedagógusaink. És ez nagyon fontos, hogy azok a pedagógusok, akiknek az a feladatuk, hogy bemutassák az erdőt, bemutassák az erdőgazdálkodást, bemutassák azt, hogy miért van szükség erdőre, és mi az erdőnek a szerepe a mi életünkben, azok kézzelfoghatóan tudják bemutatni. Vagy egy erdész, aki kiviszi és megmutatja, hogy így néz ki az erdő, vagy erre a kis apróságra figyelj az erdőben. Hát igen, hát és a felelősség. Hát most nem csak azért mondom, mert ön erdőkért felelős. Igen, erdőkért, igen. De hogyan, szóval, most a felnőttekre gondolok, a gyerekekkel sokkal könnyebb a helyzet. Szóval, hogy lehet azt elérni, hogy felelősek legyünk saját magunk is az erdőkért? Valamiféle mozgalom, vagy én nem is tudom milyen kampány, és hangsúlyozottan most a felnőttekről beszélek, mert a gyerek már megtanulja, hogy nem hajítja ki a zacskót, meg mindent, pláne, hogyha ilyen programok vannak. Igen, de utána azt a tudást hazaviszi, és amikor azt látja, hogy a szülő el akarja dobni, akkor azt mondja, hogy apa, anya, ne dobd el. Igen, erre akartam. És beviszi az iskolába is, azoknak a gyerekeknek is elmondja, akik nem tudtak eljutni.
És, ez, és szerintem ez, benne, ez nagyon jó. És természetesen ezen felül az Agrárminisztérium velünk együtt szövetségben, például az Országos Erdészeti Ügy Egyesület nagyon sok környezeti nevelési programot indít, ahol ezt tudatosítjuk, hogy a társadalomnak hogyan kell az erdőhöz viszonyulnia, mire kell odafigyelnünk ahhoz, hogy egészséges élhető környezetben legyünk. Igen. Egyébként jó is, hogy említette az Agrárminisztériumot, mert annyiból előzte csak meg a kérdést, hogy tulajdonképpen összefogásról van szó. Szóval nem lehet azt mondani, hogy csak az Egyesület, vagy csak az Agrárminisztérium, vagy a valamelyik szövetség, és ezt azért hozom szóba, mert azért itt nagyon komoly összefogásra és szervező munkára volt és van szükség, gondolom. Így van, maga a program indítása is, hiszen ahhoz, hogy mondjuk képzett pedagógusok menjenek a csoportokkal, ahhoz az kell, hogy még ezt megelőzően pedagógus képzéseken vegyenek részt. Ezeket is az Országos Erdészeti Egyesület koordinálja, ő szervezi, ahol szintén olyan oktatók vannak, testnevelési egyetemmel közösen olyan saját kollégák, tehát állami erdőgazdasági alkalmazásban lévő kollégák, akik egyébként pedagógusi végzettséggel is rendelkeznek, tartják ezeket a akkreditált képzést a pedagógusoknak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden adott, természetesen az aktív ökoturisztikai központnak a támogatásával valósul meg maga az erdei vándor program, és a többi is, amihez a forrást a magyar kormány adja. Igen, épp ezt akartam mondani, hogy azért valamiből ezt létre kell hozni, és akkor szerencsére ez hozzájárul a programhoz. A másik, hogy azért helyszíneket, néhányat legalábbis a sok közül emlegessünk, az előbb említette Zalát. Hát ha elindulunk, majdnem, hogy az utolsó állomás, hisz az első és újabb helyszín a Zempléni. Zempléni egység. Igen, aztán utána van a Bükkbe is, programunk van a Mátrában is, ez a Börzsönyben, a Pilisvisegrádi hegységben, a Bakonyban, a Vasi hegyháton, van a Mecsekben, van a belső somogyi részeken, úgyhogy én azt gondolom, hogy Magyarország összes erdősült vidékén vannak programjaink, és hogyha valaki kedvet fog kapni az idén egyik helyszínhez, akkor azt látja, hogy ez egy jó program. Jövőre biztos fogja mondani a tanító vagy tanárnének, hogy tanítóbácsinak, tanárbácsinak, hogy jövőre menjünk el egy másik helyszínre, mert ez annyira jó volt. Igen, és tulajdonképpen, ahogy én itt megnéztem az ismertetést, itt nem arról van szó, hogy horrorisztikus összegeket kell erre befizetni, hanem arról jutott eszembe, említette a támogatást, hogy szóval azért ez nem reklámműsor, de megfizethetők ezek a táborok. Ezek ottalvos táborok. Nyilván. Így van, ezek ottalvos táborok, és én azt gondolom, hogy azzal, hogy ugye szállást biztosítunk, programot biztosítunk, kaját, kapnak napi háromszori étkezést, ahhoz képest tényleg ez a 21-4000 forint, nem egy ennél sokkal drágább nyári táborok vannak országszerte. Nagyon jól tudjuk akár itt a fővárosban, vagy az agglomerációban, hogy milyen árakon lehet a gyerekeket egy hétre táboroztatni. Hát egy és azokat az árakat is tudjuk, amit a különféle rendezvényeken meg lehet figyelni. Szóval akkor én, hogyha itt most le akarnám fordítani, akkor van olyan rendezvény itt Budapesten is, ami körülbelül 20 korsó sörnyi pénzért el lehet menni egy ilyen táborozásra. Igen, de én azt gondolom, hogy és én azt gondolom az a legjobb ebben, hogy közben kapnak egy olyan környezeti nevelést, ami nagyon fontos ahhoz, hogy majd, amit mondtam korábban is, magukkal viszik ezt a tudást, és át fogják adni a környezetüknek. Hát akkor így zárásképpen még annyit, hogy lebbentsük föl a fátlat az újszülöttek erdejéről. Újszülöttek erdeje. Igen, tehát az Agrárminisztérium 2019-ben egy országfásítási programot indított, és ennek egyik eleme ez a úgynevezett újszülöttek erdeje, ahol is a tavalyi évben kezdtük el, hogy minden egyes megszületett gyermek után, hisz a kormány ezt vállalta, legalább 10 darab fát el fog ültetni. Ugye közel 100 000 gyerek születik egy évben, és bízunk benne, hogy egyre több lesz, mert mi erdészek, annak örülünk, hogy egyre több erdőt tudunk létrehozni. Tehát azt vállaltuk, hogy legalább, tehát minden gyerek után 10, de legalább 1 millió darab csemetét, fát el fogunk ültetni minden egyes megyében. És ezek az erdők lettek az újszülöttek erdejei,
Ezek már meg is valósultak, ugye a 2019-es év után a 2020-as évben elültettük ezeket a csemetéket. Ezek a erdők lassan már zöldelnek, van, ahol már egy méteres, van, ahol még egy kicsit kisebb, attól függ, hogy hogyan növekszik az erdő, és megfelelő módon ki van táblázva, és én azt gondolom, hogy azok a gyerekek, akik majd 6-7 éves, 8 éves, 10 évesek lesznek, tehát kezdenek cseperedni, a fák ugyanúgy fel fognak nőni, és mire akkorák lesznek, hogy már tudják, hogy milyen jó, hogy van egy erdő, meglátogatják ezek az erdőket, és én azt gondolom, hogy nagyon sok erdőgazdaság fölismerte azt, és ezt mi támogatjuk is, hogy aktívan részt vegyenek ezeknek az erdőknek az ápolásában, a fenntartásában. Igen, és akkor még egy mondat csak, hogy gyerekekről jutott eszembe, hogy nagyon sok olyan dolgot is megtanulnak éppen az ilyen vándortáborokban, amit otthon nem nyilván a konyhában. És ez meg azért jutott eszembe, mert nyomokban itt-ott azért felfedezhető egy-két dolog, ami az egykor volt cserkész mozgalomra is emlékeztet. Hát az is van benne, de, jó, nem az, de ez nem az, ugye persze. A cserkészeknek vannak saját táboraik, az erdőkben szerencsére az is nagyon jól működik. Jó, hát én nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy eljött, és akkor csak azt tudom mondani, hogy minél tovább zöldüljön ez az ország. Ránk fér, bár ilyen nemzetközi összehasonlításban én most nem Kanadát hozom példának, de azért én úgy tudom legalábbis, hogy Magyarország így az erdősítés folyamán nem áll olyan rosszul. Hát nagyon rosszul álltunk sajnos. Régen, ugye igen. Trianon rengeteg igen, erdőt elvitt tőlünk, a Kárpátok erdei elkerültek, és azóta 1920 óta megdupláztuk a erdő területét, és most az a célunk, hogy ezt az ütemet fordítassuk, és 2030-ra elérjük azt, hogy 27%-a az országnak erdővel és fával borított legyen. Nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm. Azt hiszem meglehetősen ritka dolog az, hogyha az ember úgy beszélget alkotókkal egy kiállításról, hogy egyszerre tudunk képet, költeményt, haikut, erről is majd később mutatni, csak azon gondolkoztam, hogy most végül is a versikék, a verssorok, a haikuk ihlették meg a fotóművészt, hogy csináljon képeket, vagy pedig ez egy közös elhatározás volt Fodor Ákos emlékének tiszteletére. Hogy indult ez? Hédi. Hát nem tiszteletére indult, csak az lett belőle, mert hogy Ákos még élt, tehát az életének a végén beszélgettek erről a könyvről Tomival. És nem tudtuk, hogy ez az élete. Hát nem, akkor még azért hát ugye az nem, igen. Nem. Viszont hát most, amikor megvalósult ez a bizonyos kiállítás, akkor a Tamás a Ákos emlékére ajánlotta. Igen, és akkor mielőtt még ezt jobban kézbe vennénk, itt van ez a bizonyos jelentés az útról, feljegyzések mosttól mostig. Hát ezt te tudod a legjobban, hogy miért született ez a cím. Ez a mosttól mostig, ami nagyon kifejező egyébként. Hát azért, mert Ákos szemléletének egyik sarkalatos pontja az volt, hogy ugye a jelenben kell valamilyen módon úgy ott lennünk, hogy meg tudjuk ragadni a pillanatot. Ez mondjuk kicsit közhelyszerű, de hát ő ezt ennél sokkal jobban megírta, mint ahogy én most el tudom mondani. A lényeg az, hogy ne állandóan a múlt felé ábrándozzunk, meg nosztalgiázzunk, ne állandóan a jövőt hajszoljuk, hanem legyünk itt és most, szeressük egymást itt és most, írjunk verset itt és most, olvassunk, stb. És a jelenlétünk intenzitásával egész másképp élhetjük át az élményeinket. Hát akkor ezt a gondolatot folytatva, mielőtt átadnám a fotóművész úrnak is a szót, de tulajdonképpen én olvastam is, hogy egy kicsit benne vannak azért a keleti filozófiának az elemei, és ez arról jutott eszembe, hogy mondtad, hogy a jelent, és ne a múltat, és ne a jövőt, mert tulajdonképpen, és ez az, amit olvastam, hogy a jelenünkbe azért akármennyire akarunk, nem akarunk, de azért kicsit be tudunk avatkozni, de a jövőt, meg a múltat azt abszolút nem tudjuk befolyásolni, még ha jósnők vagyunk, akkor sem. Hát legfeljebb, ha jó a fantáziánk, vagy hogyha kicsit áttervezzük a múltat is, de egyébként igen, valóban, tehát mindent most tehetünk, és nem máskor. Szóval mosttól mostig itt tartottunk, és jelentés az útról, akkor ez egy folyamat. Na szóval, a képek és a fotók azok hogy születtek, Tamás? Gyakorlatilag minden különösebb célszó nélkül. Az Ákos azt mondta, kiválasztok 30 képedet, és én pedig, te pedig válasszál ki 30 szöveget. Ő szövegnek hívta a haikukat, és a hosszabb verseket is, és én meg kiválasztottam. Én egy képet kizsűriztem belőle, de aztán
ő nem zsűrizett ki egyet se. Az én kedvenceimet próbáltuk. De hát nagyon gyönyörű. És tényleg nagyon gyönyörű, és az, hogy ez megvalósult, az a csoda kategória, és köszönhető a Hédinek, meg a Feketeses kiadónak, Fazakas Lászlónak, mert nem volt remény. Uh-huh. Főleg amikor Ákos itt hagyott minket, akkor utána végképp úgy éreztem, hogy ebből nem Igen. lesz soha semmi. Úgyhogy még most is ez, amikor a könyvet látom, akkor Igen. az a csoda kategória. Szóval még nem nagyon hiszem el, még a retinámon nem képződik meg ez a könyv. Tehát hihetetlen jó érzés, és az, hogy ez egy kiállítás is lett, pont abban a kerületben, ahol Ákos élt és Igen. éli. Pont a szülinapodon. Hát a pont az hát a te kedvességed volt gyakorlatilag, de én azt hiszem, hogy lassan el kell hinnem, hogy ez megvalósul. Hát ez van, és íme a kötet, úgyhogy megvan képekkel és szövegekkel is, és végül is hát nem siettétek el a dolgot, mert itt van, azt mondja a kérdés, hová sietnél, hiszen ott vagy. Hát most már itt vagyunk és ott vagyunk, de még annyit a rendkedvéért, meg a drága jó nézők kedvéért, hogy tulajdonképpen amikor ezek a néhány sorok megszülettek és a hajkuk, azért azt tudni kell, hogy ez tényleg egy nagyon-nagyon régi japán versforma, hogy úgy mondjam. És hogyha most itt magyar példát akarnék mondani, akkor még iskolában is azért József Attilát tanulják, nem olyan nagyon, mint amennyire kéne, de a szonetre emlékeznek, hogy az eléggé kötött. Na most a hajkunál, hát ott aztán az is annyira kötött versforma, hogy még az is, ha jól tudom, meghatározott, hogy mit tudom én az első, második, harmadik sorban hány szótag és hogy lehet. Hát, hogy ezt japánról és magyarra, vagy egyáltalán hogy lehet azt lefordítani, azt nem tudom, te ezt jobban tudod, egy japán nyelvű hajkut magyarra. Le lehet fordítani? Le lehet fordítani. Elméletileg igen, Ákos fordított egy kötetet. Hát egyébként azt hozzátenném, hogy igen, tehát ő azért nem csak haikukat írt, hát más, nem csak, tehát például ez, ugye a haikunak vannak valóban ilyen kötött formai feltételei, ahogy említetted, tehát 5-7-5 szótagból áll, egyébként nem rímel, de az eredeti japán haikuhoz, ennek, amit a Fodor Ákos művelt, ennek azért nincs sok köze abban az értelemben, hogy a szellemiségében, a hagyománykövetésben, Aha. ez már nem stimmel, ez már egy nyugati haiku, ezt már Ákos saját személyére szabta, ha úgy tetszik. Igen. Eredetileg például a haikunak nincs címe. Van viszont benne mindig egy, mondjuk egy természeti kép, vagy évszakra való utalás. Itt nincs. Igen, itt mindig, és itt mindig a cím is fontos. Igen, itt van. Igen, itt van. Igen. És amikor az ember olvassa a címet, akkor utána meglepődik. Mert ez egyébként viszont már az eredeti haikunak is alapelem, hogy valami meglepő fordulat. A végén. Hát igen, igen. előbb-utóbb. Na de tulajdonképpen még a három szó is, azért mondom, akárhol kinyitom ezt a Fodor Ákos könyv, hogy azt mondja, itt nyitottam ki véletlenül, azt mondja, gyűrű, élő, élőből él. Hát szóval benne van a meglepetés. Igen. Azt igen. még mondjuk el, hogy a Várnegyed Galériát említsük meg, mert mondtad, hogy Budán, meg abban a kerületben, ott közel a Szélkálmán térhez, és hát a kiállítás megnyílt, de úgy tudom, hogy még augusztust valameddig megnyílt. 14-éig. 14-éig kedden, csütörtökön és szombaton 15-től 19 óráig lehet megtekinteni. Az nagyon jó. Na most, hát te mindig azt szoktad mondani, hogy semmi cécó, mert megszületnek a képek, csak hát tudni kell, hogy mit fotózunk és hogyan. És ugye nagyon sokan elmondják, fotóművészek és operatőrök is, hogy nem az a nehéz, hogy amit kiválasztok, hanem az, hogy mit hagyok ki a képből. Bizony. Ugye eléggé nehéz. Mit vágok ki a képből, de még visszatérve természetesen Ákosra. Úgy tudom, és ezt lehet, hogy éppen te nyilatkoztad, hogy a fejében mindig ott szólt a zene, és ez nem véletlen, mert tudni kell róla, ez arról jött eszembe, mondta, hogy nem csak hajkukat írt, hanem mindenféle mást is, Igen. hogy de tulajdonképpen hát ő zenei végzettsége volt, és a zene, és a hajku, és a vers, és a ritmus az összetartozik, mert egyik nélkül sincs a másik. Szóval ez a zenei pályafutás, ez hogy volt Ákosnál? Hát ő igen, muzsikusnak képezték ki, ha úgy tetszik, tehát ő zeneszerző szakra járt a Konziba, és azután a Zeneakadémián folytatta a tanulmányait, de igazából az akadémián már elhatározta, hogy ő a költészet felé fordul. Ettől függetlenül azt nagyon lelkesen végigcsinálta, sokáig zongorázott, fuvalázott, énekelt, tehát tényleg, és utána is hát természetesen nagy zenefogyasztó volt, ahogy tetszik, zenei mindenevő, de azért rengeteg klasszikus volt ebben.
Igen, az nem árt azért, ha egy költőnek van ritmusérzéke, bár tudjuk, hogy például Vörös Sándor egy rádióinterjúban, amikor megkérdezték tőle, hogy, hogy ez a zenei hallás, és minden, és azt mondta, hogy nekem nincs zenei hallásom, amit hát nem hiszünk el neki, de jó poén volt. Jó poén volt, meg ahogy ő mondta. Hát bizony. Az is mindenféleképpen. Na most említette az előbb, hogy szinte csodaszámban meg, hogy megjelenik ez a kicsi kötet, de hatalmas tartalommal Ákos és értelemmel. Ákos találta ki a formáját is, de, a méretét, azt mondta, mindenki olyan nagy könyveket ad ki. Igen. Legyen ez egy francia boríték. És amikor kinyitjuk, akkor ez már dupla francia boríték, úgyhogy van benne egy Ákosra jellemző csavar, vagy egy olyan ötlet, és hát nagyon-nagyon sajnálom, de azért látja. És azért mondom, hogy azt mondtad, hogy csodaszámba megy, nem tudom, hogy terveztek-e újabb kötetet, mert azért, hát, hogy hozzátartozik a dologhoz, hogy neked volt egy csomó kiállításod, meg nem tudom mennyi, 150 lemezborító, plakát, mindent csináltál már, ami ide tartozik, de hát azért jelentek meg nagyszerű kötetek, ott van, nem tudom, a világképeim, ami azt hiszem a magyarul is és angolul is volt benne, ugye? Igen, mert kétnyelvű volt, lennie. És volt szerencsém ott lenni a tihanyi apátságban, amikor ott is, hát maga az apát úr nyitotta meg a kiállítást. Hát akkor most könyvet létrehozni nehezebb, vagy pedig kiállítani? Egyik nehezebb, mint a másik. Hát ezért van közösen a kettő. Nagyon nehéz, és amikor most felkerültek a falra ezek a képek, amik legtöbbször Ákos kézírásával vannak, amik hát egész hihetetlenek, hogy fekete felületre ezüstollal felírta, és csodálatosan szép kézírása volt. Igen, ez rajta is van itt az egyik. Úgyhogy amikor láttam felkerülni a képeket, hát akkor az egy nagyon jó élmény volt. Én nem akarok több kiállítást csinálni, de hát ezt meg szeretném. Soha, azt nem. De, ezt, ja, de ezt mondom, igen. Hogy soha. Jó, de nem ezt az anyagot azt szeretném, hogyha körbevinnénk, mint a nem véres kardot körbevinnénk, és már vannak is ígéretek. Az a fantasztikus ember, aki Ákos rajongója, Ősz Gábor, aki ott muzsikált, Mozartot. Mármint a megnyitón, A megnyitón egy trió, és a legkedvesebb Ákosnak a legkedvesebb Mozart darabjait fújták. Ő azt mondta, elviszem Győrbe ezt a kiállítást. Nagyon jó. És akkor én meg el szeretném vinni Kisvárdára, ami az a szülőfalunk, és ahová még lehet. Na most akkor még mindenféleképp, hát beszéljünk rólad is egy kicsit, ne csak a Tomiról. Kérdez. Szóval, hát úgy tudom, hogy szereted a meséket, és ezt nem úgy tudom, hanem ezt olvastam, hogy Zöld Föld és Mohónia. Igen, az volt az első. Ugye? Igen, ilyen merényletem. Azután még egy mesekönyvet írtam, ezek tulajdonképpen egymással az majdnem karöltve. A másik karöltve, az a Berta Berta? A másik a Berta Berta, azok egymással karöltve jelentek meg úgy szólván a Mora kiadónál. Az volt az első ilyen szép irodalmi jellegű próbálkozásom, ha úgy tetszik. Igen. Jó, akkor ez de rövid. Fogyasztóként is egyébként nagy meseolvasó vagyok, tehát Lázár Ervintől kezdve a nem tudom én a Zsanni Rodárig. Hogyne. De hát a Szabó Magda mesét is nagyon szeretem. Én azért máig is bevallom, sőt rajzfilmeket is időnként meg, és azt nagyon élvezem. Egyébként éppen olyan néhány héttel ezelőtt mutattam itt be két mesekönyvet, meg két meseírót, de most azért mondtam, hogy beszéljünk rólad, mert tulajdonképpen, amikor azt mondjuk, hogy Ákos írt, fordított mindent, akkor te is ezen kívül, azért, hogyha most direkt nem mutatom meg a kézírásomat, mert nem tudom, hogy mi derül neki belőle, de itt egyszer beszélgettem egy hölgyel arról, aki Csontváry Koszka Tivadarnak a... Mi Barna Erika. Igen, a Barna Erikával, és hogy mi minden derül ki az írásból, és akkor én most ezt azért mondom, és direkt mondom a címet is, hogy a Semmi ágán, és akkor mondjuk József Attila lélekrajza, hogy derül ki? Ez egy országos... Neked is van egy ilyen végzettséged, országos pár, igen, én is foglalkozom írásellemzéssel, és van róla végzettségem, igen. Ez egy országos pályázat volt, amit említettél, ahol én egy József Attila elemzéssel indultam, és akkor megosztott első helyen kettőt végeztünk. Egyébként egy 15 József Attila kéziratot vizsgáltam keletkezési sorrendben, és az írás változásokat követtem így, és ezzel kapcsolatos személyiségváltozásokat igyekeztem föltárni. Nekem ez nagyon izgalmas.
kiderült volt, József Attiláról, hogy milyen fantasztikus zseni volt, és hogy azon kívül, hogy hát verseket írt mindent. Jó, a azt mondjuk, hogy nem kellett ahhoz grafológiai elemező, tudjuk, minden. De egyébként szerintem hozzátehet a történelmi irodalmi személyiségekről alkotott képünkhöz az, hogyha egy ilyen íráselemzést is elvégzünk róluk. Tehát én ettől legalábbis sokat kapok. Kár, hogy ezt nem használják jobban és szélesebb körben, de hát, ha még fogják. Hát, ha a pedagógusoknak eszébe jut. Az Ákos személye és az ő írása, hihetetlen szép írása, hihetetlen szép írása. Nagyon közeli ahhoz, hogy ezt ugyanígy elemezd, ha csak magadnak is, vagy neked. Persze, én mindenkiért egy kicsit azért fejben elemzem, aki érdekezem. Dehogy nem, hát az alap. Ja, tehát anélkül most másokat itt kiokosítunk, és magunkét nem vizsgáljuk, az úgy nem megy. Na jó, de hát valami olyasmit is írt Ákos, hogy nem tudom, a hazugságot azt nem lehet elfelejteni, csak az őszintességet, vagy valami ilyet. Az igazságot nem adhatom fel, csak az őszintességet. Csak az őszintességet, így félig emlékeztem rá. De hát akkor hát az ember, hogy is mondjam, csak saját magának is hazudik időként. Biztos, de hát mondjuk mondjuk ezek a önismereti jellegű műfajok, mint mondjuk amilyen az íráselemzés, azért pont erről ettől elfelé visznek, igen. Jó, na akkor még annyit tehát, hogy Várnegyed galéria, nem tévesztendő össze, kedves nézők, a Várfog galériában. De nagyon közel van, 21 méterre lemértem. Jó, hát meg lehet nézni, és akkor augusztus közepéig, 14-éig ez nyitva van, és a beszédes kép és a képes beszéd önmagáért beszél. Igen, és bocsánat, 31-én még lesz egy Fodorákos es, ugyanitt. Tehát ezt csak erre gondoltam, hogy felhívom a figyelmet. Már egyébként elég sokan jelentkeztek, de aki még nagyon szeretne, esetleg beférhet. Igen, nagyon jó. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük. Én köszönöm, és mi köszönjük, és az Ákos köszöni valahonnan. Így van. Azt hiszem, hogy amikor ez a dal megszületett, akkor még nem tudom, hogy gondoltál vagy nem gondoltál-e arra, hogy tulajdonképpen itt egy jótékonysági dologról van szó. Valamilyen szinten, igen. Először is üdvözlöm a kedves nézőket, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. Örülök, nagyon megtisztelő, és örülök, hogy találkozunk. Jó, akkor, végre így személyesen akkor is. Akkor a tiszteletkörökön túl vagyunk. Tessék, dolgozhatunk is. Igen. Na igen, szóval. Szóval igen, tehát végül ez a Jégmadár című dal egy kicsit olyan, mint hogyha úgy erősen utalna a pandémiás helyzetre, már pedig abból is inkább a kifele vezető utat mutatja, hogy minden rosszból azért egyszer csak, majd csak ki fogunk keveredni, igen, és hogy pozitívan nézzünk előre, most a szó tényleg nemes értelmében, igen, pozitívan. Ezt a dalt amúgy Szűcs Norbert írta, nem a zenéjét, és Hujber Szabolcs a dalszöveget. Szűcs Norbertán most egy ilyen nagy, hosszú távú tervben vagyunk, egy teljes album fog készülni majd jövő év elejére a tervek szerint. Ő a zenei producerem is egyben, úgyhogy... Úgyhogy nagy munkafolyamatok állnak még előttünk. Nagyon nagy öröm számomra az, hogy már majdnem 1 milliós nézettsége van a dalnak, mióta megjelent, úgyhogy... És siker. Hát hál' Istennek szeretik, igen, és amikor olvastam róla akár cikkeket, akkor is, tehát hogy úgy hívták, hogy a nyitás himnusza, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon jó érzés. Na most az hozzátartozik a dologhoz, hogy amikor előadtátok, akkor a Magyar Honvédség központi zenekarával volt nem a felvétel, hanem az adás, a színpadon úgy értem, akkor hát ez elég nagy zenekar azért velük énekelni, jó volt? Nagyszerű érzés volt, amúgy igen, tehát miközben a dal kikerült, akkor ugye volt egy ilyen jótékonysági koncert a Magyar Honvédség központi zenekarával, és a készenléti rendőrség protokoll zenekarával lettek ők összevonva, amely ugye egy ilyen történelmet író pillanat volt, hiszen ez a két hivatásos zenekar még így ebben a formában koncertet nem adott. Ez a Heimpál gyermekkórházban volt, ez a kis koncert. Dr. Hajba Zsolt rendőralezredes úr
járta végig ezt az utat, hogy megvalósulhasson ez a jótékonysági koncert, mert egyben ugye tehát egy gyermeknapi koncert volt az ott gyógyuló gyermekek részére szólóan, és egyben pedig az egészségügyi dolgozóknak is egyfajta kis hálakoncert volt, hiszen ugye tudva levően a pandémiás időszakban a döntéshozók olyan döntésre kényszerültek, hogy ki kell vezényelni katonákat és rendőröket a kórházakban. Ugye dr. Hajba Zsolt rendőr, a lezredes úr, volt a kórház parancsnok a Helyin Pál gyermekkórházban. Úgyhogy így szövődtek össze a dolgok, úgyhogy ez egy nagyszerű élmény volt. Hál' Istennek már többször volt szerencsém amúgy a honvédségi zenekarral fellépni. Tervben is van, amúgy akár mondjuk augusztus 20-a is, ami ugye egy ilyen mostani aktuális program lesz. És remélhetőleg. És bocsáss meg, csak azért mondom, mert már nyilvánossággal is hozták, hogy fantasztikus augusztus 20-ai események lesznek, és nem csak 20-án, hanem előtte, utána, összesen 4 nap. Igen. Szóval lesz majd miről beszélni akkor is, utána is. Igen, igen, hát remélhetőleg. Tehát, hogyha a Jóisten is úgy akarja, és a Covid nem szól közbe, mert már ugye tavaly is nagyon készültünk erre a koncertre, mert itt a város szívében lesz megrendezve, tervezetten, úgyhogy hát nagyon reméljük, bízunk benne, készülünk rá, nagyon szép lesz a tűzijáték előtt, úgyhogy nagyon szép lenne. Na hát azt olvastam, ami azt hiszem, hogy arcpoétikának is megfelel, egyáltalán mindezzel kapcsolatban, amit mondtál, azt mondja az idézet, hogy nincs más választásunk, mint hogy át kell vészelnünk minden nehézséget, amelyet az élet elénk görget. Így van. Hát így van. Mintha hát én akkor... mondtam volna. Hát ezt őrület. Ugye? Na most nem valószínű, hogy voltál katona, de hogy tudtál összejönni itt a honvédséggel és egyáltalán az egyenruhásokkal, már zeneileg? Megpróbálom nagyon-nagyon rövidre fogni ennek a magyarázatát. Én legelőször amúgy a készenléti rendőrség zenekarával énekeltem először, és valahogy ennek így hát híre ment, ugye, tehát egyenruhás testületekről lévén szó, és mert ugye azért eljárnak egymás koncertjeire, hogyha van idejük. Igen. És aztán Csizmadia Zsolt ezredes úr, aki a Magyar Honvédség főkarmestere, ő felkért engem 4 évvel ezelőtt, ez volt az első alkalom, és azóta, hál' Istennek, már több tematikus koncertet adtunk így együtt, úgyhogy ez csodálatos, tehát tényleg nem egy kis dolog amúgy ilyen zenekarokkal együtt koncertezni, és ráadásul az, hogy a bizalma még mindig ilyen erősen megvan az irányomban, hogy már évek óta dolgozunk így együtt, bár ugye én nem vagyok állományban, de aztán ki tudja, mit hoz a jövő, szóval nagyon nagyszerű. Na, hát ez. Akkor beszéljünk a színházról. Beszéljünk a színházról? Hát én most csak azért mondom, hogy azért megfordulsz, és megfordultál jó néhány színházban, ugye? Megfordultam, igen. Melyikkel kezdjük? Madács? Madács. Igen? Igen. Magyar Színházban, Belvárosi Színházban, igen. Fészekben. Fészekben. Hát jó, akkor meg vagyunk ezzel mindenféleképpen, de tulajdonképpen egy pillanatra ugrunk csak vissza a múltba, hogy hogyan indult a pályafutásod? Szóval azért az nem kis műhely munka volt, amikor elkezdtél. Abszolút nem, és még most sem az. Mm-hmm. Ez az igazság. Mm. De az ember nem adja föl, hiszen ugye felolvastad ezt az nagyszerű idézetet, nem is tudom kitől. Szóval én tényleg így próbálok élni, így is, tehát ebben a szellemiségben. Én első generációs művész vagyok a családomban, úgyhogy ez is azért nyilvánvalóan okoz nehézséget, vagy okozott nehézséget, hiszen semmilyen szintű rálátásunk nem volt erre az egész világra. Megoldottad. Hát aztán persze az élet azért alakította ezt a dolgot. Úgyhogy, és én amúgy nem erre a pályára készültem, tehát én bennem ez nem volt meg, hogy igen, én majd színpadon is színésznő leszek, énekesnő, ez leszek, az leszek, nem valahogy így az élet így sodort engem. Na most majdnem azt kérdeztem, hogy voltál-e vagy-e feleség, de most azt is megmondom, hogy miért, mert hogyha most nézzük azért a darabokat, és ott van a Jézus Krisztus Szupersztár.
Ja, akkor igen. Már stimmel? Ja, igen, igen, igen. Hát amúgy majdnem az lettem tavaly. Hát csak az ott a szerepet, ezt mondom. Csak úgy ugye magánéletben, ami a valós része, csak a Covid eltörölte. Jó, hát itt most nem is a magánéletben. Szépen semmi. Én a szerepet akartam csak mondani, mert tényleg a Szirtes tanár úrnál és tanár úrtól nagyon sokat lehetett mindenki mondja tanulni, és nyilván ez a te esetedben is így volt, és egyébként a szupersztár és egyáltalán azért jutott eszembe a színház, mert amikor néhány évvel ezelőtt Andrew Lloyd Webber itt volt, és ott volt benne a színházban is, és kiállt a függöny elé, és elsírta magát, könnyezett, igen, hogy milyen nagyszer az előadás. Én ott voltam azon az előadáson, szóval egyszerűen félelmetes, hogy mit sikerült összehozni, de bizony. Hát gondolom neked az sem áll távol tőled, vagy nem áll távol tőled, hogyha a Grease-t mondom, mi volt magyarul a címe? Pomádé. Igen, igen. Vagy nem tudom, a Nyomorultak, szóval igen, azért igen, igen, ezekben igen. A darabokban azért rendesen ott voltál. Bizony, bizony. Hát a Grease is nagyszerű volt, az a Bánfalvi stúdió projekt keretein belül valósult, meg is jártuk az országot vele, csarnokról csarnokra jártunk. Nagyszerű volt, tehát egy igazi buli volt az egész, ugye hát ez a darab, ez az. Arról szól. Igen, igen. Aztán hát azt látják rólad, akik ismernek, vagy akár most a kedves nézők is, hogy igazíts ki, ha rosszul látom, szóval alapjaiban véve egy vidám természet vagy. Jól látod. Jól, de ezt mások is jól látták, mert én úgy tudom, hogy azért hát kabaréban is szerepeltél. És igen, majdnem mondtam, hogy sas szemem van. Sas szemem van, de hát szegény Sas Józsira gondoltam. Igen, Isten akkor nyugosztál. Én azt hiszem, hogy akkor, ha valaki emlékszik az ottani fellépéseidre, szóval azok is azért nyomodhattak, és nyilván. Nagyon sokat lehetett tőle tanulni. Ugye? Amúgy. Rengeteget. Tehát én akitől tényleg nagyon sokat tanulhattam, az ő Makai Sándor és Kovács Magda. Tehát, hogy tőlük rengeteget lehetett, ugye, ők egy más generáció. Már a Kovács Magda a zenetanoda. Igen. Amúgy én vettem át annak az iskolának amúgy hát az igazgatását, vagyis hát én vittem tovább, ezt szerettem volna Kovács Magda amúgy. Igen. Úgyhogy én ennek eleget is tettem. És csinálom tovább az iskoláját, nyilván, hogy most már más formátumban, és egy kicsikét más néven, és szóval én hálás vagyok a sorsnak, hogy ettől a három embertől tanulhattam, hiszen az a generáció, ők akik, hát ma már nagyon kevés ilyen embereket, vagy emberektől lehet tanulni, akik ilyen szintű, olyan elcsépelt ez, hogy alázat. De muszáj ezt kiemelni, hiszen ez alap. Nem azt gondolom amúgy, hogy ezt valaki bele lehet plántálni, és akkor megtanítani, mi az. Ez vagy megvan, vagy nincsen. És legyen kíváncsi, én mindig azt mondom. Igen, és nyitott, és legyen meg a tisztelet, legyen meg, nem csak a másik felé, meg az idősebb felé, akitől mondjuk tanul is, de hanem a partner, a színpad. A közönség iránt, és valahogy ez ma már nem csak a tanulás nem dívik, hanem pont ezek a dolgok, amikről erre most az jó, előbb meséltem. Felhígul a szakma, ezt szokták mondani, de nem csak ezt nem akartam így mondani, de másra is vonatkozik. Amúgy igen, tehát ez nem csak ebben a szakmában így van így, hanem így van. Minden, tehát mindenből már rengeteg na van. Jó, itt vagyunk a végén, akkor gyorsítunk, és azért mondom, hogy gyorsítunk, mert azt mondom, hogy gyalog-galopp, akkor mi jut eszedbe? Jaj, hát az volt az első. Miután a modern műzikán műhelyt elvégeztem, akkor ez volt az első ilyen nagy darab, amiben szerepelhettem. Na, ez imádtam, nagyon jó. Imádtam. Hát akkor én mondom a szónak az első felét, és a második felét te mondod, és akkor már be is konferáltuk azt, ami majd jön. Jég. Madár. Jégmadár. Hajni, nagyon szépen köszönöm. Én is és köszönöm. Akkor további sok sikert kívánok a nézők nevében is mindenféleképpen, és azt pedig külön, és nem csak az egészségügyi dolgozók miatt mondom ezt, hanem tényleg ez, amit nyugodtan a szó legjobb értelmében jótékonyságnak nevezünk, azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen tiszteletre méltó. Köszönjük. Köszönjük szépen. Jön a fény, rányitom az ablakom, és a tél minta lesz az ágyamon.
szürkét viselt, színre vált. Nem ígér, már ködött a délután. Amikor fázik a test, a lélek, kell a takaró, kell az ölelés. Amikor messze futó patakká, olvad el a hó, ég az ölelés. Annyit vártunk rá, hogy majd újból éljünk, mint jégmadár téli fogságán. Most még nincsen vége, de nem kell félnünk, mert vár az olvadás. 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 A nap is ébred, a jót megélni, végre van okom, végre van erő. Annyit vártunk rá, hogy majd újból éljünk, mint jégmadár téli fogságán. Most még nincsen vége, de nem kell félnünk, mert vár az olvadás. Annyit vártunk rá, hogy majd újból éljünk, mint kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ennyi volt a Nagy Körút, a Kulturális Magazin. Vigyázzanak magukra, legközelebb a szokott időben egy hét múlva ismét találkozunk. Addig is minden jót, a viszontlátásra, a viszonthallásra. A Nagy Körút című kulturális közéleti magazinműsor a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében készült.